Szevasztok, srácok, lányok, pingvinek itt Nessai, és itt vagyunk az Omszki tó partján. Megint egy kicsit szokatlan helyről jelentkezem, de már megszokhattátok, hogy a Wifipédia csapatával elég sok őrültséget megcsináltunk, úgyhogy ez ma sem lesz másképp. Ugyanis kitaláltuk, hogy hát a viszonylag unatkozunk, tehát kéne valami kihívást teljesíteni ismét a UPC Connect boxával, úgyhogy arra gondoltunk, hogy csinálunk egy streamet innen a természetből, autentikus környezetben. Anyukám és apukám amúgy is mindig azt mondta, hogy kisfiam, ne üljél otthon a gép előtt, úgyhogy ezt a kérdést ezúttal megoldottam. Anya, apa, nem bent ülök a lakásban a gép előtt, hanem kint a tóparton. Voltunk már a Balaton közepén netet próbálni, már egy egész iskolát megpróbáltunk ellátni wifivel. Most a UPC-nek a wifi boosterét próbáljuk meg használatba venni itt a természet lágyölén, egy PUBG stream keretein belül. Érdekes lesz, de hát reménykedünk, hogy minden jól fog működni. A UPC-nél mi nem így terveztük a boosternek a használati módját, az elosztót, a technikai stábunk abszolút nem támogatja, és nem is telepítjük így a szolgáltatást az ingatlanokon belül. Telepítése az eszköznek körülbelül 5 percet vesz igénybe, bárki meg tudja csinálni, úgyhogy semmi nehézséget nem kell, hogy okozza. Leírást ugyan adunk hozzá, de igazából anélkül is működik a dolog. Haló! Ez az élőben vagyunk, valaki már hozzászólt, nagyon jó! Működik a dolog. Üdv mindenkinek az Omszki tó partjáról, mert hát miért ne streamelne az ember innen a semmi közepéről? Ott láttam, hogy mozog. Ohohoho! Ott van! Ott van! Klip! Mehet a klip! Köszi, köszi! Köszönöm a természetnek! Köszönöm! Köszi nádas, köszi víz, köszi chat, köszi. Most akkor jó, most akkor elmegyek, tehát ennyi. Kész, a csúcson kell abba hagyni. Két eszközből áll egy booster csomagunk, az egyik egy normál eszköz, a másik egy wifivel ellátott eszköz. A telepítése az úgy történik, hogy elhelyezzük a konnektorba az egyiket, majd utána a másik eszközt, a szinkronizáció automatikusan történik a kettő között, miután rávettük a két eszközt arra, hogy egymással kommunikáljanak. Ezt követően már csak a wifi hálózatnak a klónozása van hátra, amennyiben erre szükség van. Ezt is lehet klippelni. Dö-dö-dö-dö-dö. Az itt látható booster a UPC Wifi Powerpack egyik része, egyik alkotóeleme a Connect Box mellett, aminek a tesztelését Nessai-tól már láthattuk. Biztos emlékszik mindenki, amikor a Balaton partjáról kitekerte egy jó 400 métert vízibiciklivel, és végig tesztelte az internetnek a sebességét és az elérhetőségét. A booster azon segít, amikor nem ilyen ideális körülmények vannak, hanem esetleg mondjuk egy ingatlanon belül betonfalak, födémek találhatóak, és itt nem biztos, hogy ugyanolyan távolságra hat el a Connect Boxunk, ezen segít a booster. Látod a streamet, aztán gondoltad, hogy ki jössz? Ha már ilyen közel vagy. Ja, hogy itt laksz a közelbe? Egy szomszédos városban. És hogy tetszik a setup? Hát azért ez durva. Protest, iratkozzatok fel! Maradj itt, nyugodtan, hogyha szeretnéd. Amúgy innen is lehet nézni a streamet. We'll be right back.
tehát még mindig vannak emberek, akik nem hiszik el, hogy... Hogy itt vagy? Hogy nem zöld háttér. Ó, hogy nyaljam meg a... Ó, a fület tövit nyaljam meg. Nem tudom, mit láttatok. Ebből Tibi bedobott egy kavicsot a vízbe. Add ide. Igen. De nem! De ugye nem engem fogsz fejbe dobni vele. Várjál, kirakom nagyba. De látjátok, tehát ilyen jó a betekintési szöge a... Szép hetet mindenkinek, ez még csak a hétfői kezdés volt. Milyen lesz a többi, ugye? Gondolhatnánk. Szevasztok! Közvetlenül most ért véget a stream, úgyhogy ezek ilyen válogatatlan gondolatok, vagy mik lesznek. Elégedett vagyok, több okból is. Egyrészt nagyon sokan voltak a streamen, és nyilván röhögtek, hogy mi a fenét csinálunk itt. A technikai oldalról minden rendben volt. Ez a legfontosabb, mert nyilván emiatt izgultunk a legjobban, hogy ide a semmi közepére azért egy stabil netet varázsolni, hát a streamhez tudjátok, hogy tehát állandó, stabil kapcsolat kell, tehát ott nem az van, hogy egyszer letöltesz valamit, hanem ugye folyamatosan uploadolsz, és ez ment, és egyszer volt, amikor elindítottam a streamet, hogy volt valami kisebb akadás, de az nem is a net, hanem a gép hibája volt, szerintem egy kicsit túlmelegedett az elején, és utána gyakorlatilag röccenésmentesen lehoztuk ezt az egészet. Sokan el se hittétek, hogy tényleg itt vagyunk, úgyhogy most majd ebből a videóból remélem látjátok, hogy tényleg itt vagyunk a semmi közepén. Azok után, amikor kimentünk a Balaton közepére a Wifipédia csapatával, hogy ott netezzünk, nem gondoltam volna, hogy még egy ilyet is össze tudunk hozni. De kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következő. Úgyhogy ha van ötletetek, hogy mit csináljunk még, a streambe is adhatok egy párat, akkor a komment szekcióban mindenféleképpen jelezzétek, és hogyha tetszett ez a videó is, akkor megköszönöm természetesen azokat a lájkokat, hogyha nem iratkoztatok még fel, akkor mindenféleképpen tegyétek meg, ha pedig további információt szeretnétek kapni a UPC Wi-Fi boosteréről, akkor ott lesz egy Wi-Fi-pédia link a leírásban, nézzétek meg. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb is. Na, szevasztok!